Körülbelül 3 hete döntött úgy Nyírbátor önkormányzata, hogy a kötelező központi intézkedések bevezetésén túl helyszínten is megpróbálják megtalálni és kiemelni a fertőzötteket. A város ennek érdekében közel 10 000 koronavírus gyors tesztet vásárolt. Első körben az önkormányzati dolgozókat vizsgálták, a műveletbe pedig néhány napon belül a teljes lakosságot bevonják. Vannak, akik ingyenesen kapják, ők az önkormányzat intézményei, és ebbe a körbe tartoznak még az egyéb más fenntartásban lévő oktatási intézmények. Tehát ez az önkormányzat KFT-től, a konyhától kezdve mindenkit beleértünk. Ez durván egy olyan 800-900 nyírbátori dolgozót jelent, ők teljesen ingyenesen vannak tesztelve. Aztán ingyenesen teszteljük még a kórházból hazaérkezetteket, mert azt látjuk, hogy az egy nagyon veszélyes pontja a járvány kezelésének, bármilyen ellátásban is részesült a kórházban. Aztán vannak a kedvezmény céláron durván 1500 forintot kell fizetni egy teszteléshez. Azok tartoznak ebbe a körbe, akiknek a családjában van igazoltan fertőzött személy, és ők maguk vagy családtagok egy háztartásban élnek, vagy szoros kontaktba kerültek ezzel a fertőzöttel, és a veszélyeztetett kategóriába tartoznak. A következő héttől pedig 3100 forintért már bárki, aki nyírbátori lakcímmel rendelkezik, megvásárolhatja a tesztet. Emellett önköltséggel vehetik igénybe ezeket a Nyírbátorban működő vállalkozások. Már a napokban több helyi cég rendelt ezekből a kedvezményesen vásárolt gyors tesztekből, így összesen közel 1000 munkavállaló szűrhető ki. Máté Antal hangsúlyozta, ezek nem az állami egészségügyi ellátórendszer által végzett szűrések, így az önkormányzatnak abban már nincs további kötelezettsége, hogy gondoskodjon a fertőzött személyek ellátásáról. Ha valaki pozitív eredményt produkál, akkor nyilván a háziorvosához kell fordulni, a háziorvosával kell egyeztetni, és a háziorvosán keresztül teszik meg a szükséges lépést, hogy rendelnek számára PCR-tesztet, vagy pedig arra kéri a háziorvos, hogy egy pár napot maradjon otthon. Ha megjelennek tünetek, akkor nyilván annak megfelelően intézkedik, ha nem jelennek meg tünetek, akkor annak megfelelően. De mindenképpen arra alkalmas a teszt, hogy a munkahelyéről a fertőzött, de egyébként tüneteket nem produkáló, és így nyilván a vírust könnyebben terjesztő személyeket kiszűrjük a rendszerből, de az egészségügyi ellátórendszerbe kell átmennie, és ott fogja megkapni a megfelelő protokoll szerint az ellátást. A polgármester elmondta, a tesztekkel elsősorban a járvány lassítása a cél. Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy az önkormányzatnak és az ahhoz tartozó intézményeknek működnie kell. Az eredmények ismeretében így a következő hetek működése egyaránt hatékonyabban tervezhető, az étkeztetés, a szociális ellátás, valamint az óvodai és bölcsődei ellátás területén.